A köztársasági elnök azért határozott emellett az időpont mellett, mert az Európai Tanács döntése szerint május 23-a és 26-a között kell megtartani a tagállamokban a választásokat, és ebből május 26-a az egyetlen vasárnap. Tudni érdemes, hogy a választási eljárásról szóló hazai törvény szerint Magyarországon csak vasárnap lehet választásokat tartani. A köztársasági elnök által kiadott közlemény szerint a választás valamennyi választójoga rendelkező honfitársunk számára lehetőség arra, hogy a következő ötesztendőben befolyásolja az Európai Unió jövőjét. Áder János azt írja, hogy Magyarország a hazánk, Európa a közös otthonunk. A köztársasági elnök valamennyi választásra jogosult honfitársát arra kéri, vegyen részt a soron következő európai parlamenti választáson. Érdemes tudni, hogy tavaly év végén megváltoztak a választás egyes szabályai. Így például a korábbiaktól eltérően csak a szavazást megelőző 66. naptól, azaz március 21-től lehet a választási kérelmeket, mint például az akadálymentes szavazókör igénylését, az átjelentkezést vagy mozgóurna kérését benyújtani a hivatalos kampánya választás megelőző 50. napon, ez most április 6-a lesz, kezdődik. A választáson indulni szándékozó pártok ekkortól kaphatják meg az aláírások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket a Nemzeti Választási Irodától. A listállításhoz 20 érvényes ajánlás szükséges. A listákat a választás előtti 37. napig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A határidő április 19-én nagy pénteken jár le, amely munkaszüneti nap, vagyis majd a miniszteri rendelet tisztázza, hogy a nagypénteket megelőző vagy követő munkanap lesz a pontos határidő. Az Európai Parlamenti Választás időpontja tehát május 26-a, 6 és 19 óra között. Ekkor lesznek nyitva a szavazókörök is.